A járvány megfékezésében különösen megfeszített munkát végeztek az egészségügyi és szociális dolgozók. Munkájukért és helytállásukért szolnoki sajtótájékoztatóján is köszönetét fejezte ki az LMP országgyűlési képviselője. Ungár Péter elmondta, hogy pártja támogatja a kormány döntését az egészségügyi dolgozók 500 ezer forintos bérkiegészítéséről, ugyanakkor érthetetlennek nevezte, hogy a szociális ellátásban dolgozók nem kerültek bele ebbe a körbe, hiszen ők is fokozott veszélynek voltak kitéve. Az LMP petíciót indított, amit a béremelés.hu oldalon alá lehet írni, már több mint 25 ezer aláírás van. Nagyon örülünk és előremutatónak látjuk Szolnokváros testületének azt a döntését, hogy az idősellátásban dolgozó munkatársak túlóráját a város átvállalja. Örülünk, hogy ez pártpolitikán felülálló döntés volt a testületi ülésen, és azt gondoljuk, hogy ez inspiráló lehet a kormányzat számára, hogy ugyanúgy terjesszék ki a szociális ellátásban dolgozóknak ezt az egyszerű 500 ezer forintot. Az LMP parlamenti frakciója számos, a költségvetést érintő módosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek. Egyik indítvány szerint 1 milliárd forintot kapna Szolnok szociális bérlakás építésre. Szolnok számára is nagyon fontos lenne, hogy a fiatalok, fiatal pályakezdők ne elhagyják a várost és Budapestre vagy külföldre távozzanak, hanem itthon lakóhelyükön tudjanak boldogulni és a városunkat tudják gazdagítani szaktudásukkal, ötleteikkel, és erre is egy remek lehetőség lenne ez a bérlakásépítési program. Kíváncsian várjuk itt is, hogy a kormányzati képviselők vajon tudják-e támogatni ezt az indítványunkat, és valóban a szolnoki emberek érdekeit tartják-e szemük előtt, vagy csupán azért, mert ez egy ellenzéki javaslat, nem fogják ezt támogatni. Az LMP városi politikusa azzal nyomatékosította a bérlakásépítési program elindítását, hogy Szolnokon sokszoros a túljelentkezés önkormányzati bérlakásokra. Erre a célra a közelmúltban nem építettek lakásokat a megyeszékhelyen.